Szeretettel köszöntöm az LVTN Magyar Katolikus Televízió kedves nézőit! Május 10-e hétfő van, és az Evangéliumot Szent János Evangéliuma 15. fejezetéből vesszük, a 26. verstől a 16. fejezet 4. verséig. Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinogógákból? Sőt, Eljön az óra, amikor mindaz, aki megöltiteket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, ez a fél mondat magában hordozza a Szent Háromságról való tanúságtételt. Az atyáról, <kül> aki küldte őt és küldte a Szent Lelket, és önmaga mellett, aki a második isteni személy, beszél a Szent Lélekről, aki el fog jönni. És ez a katolikus hitünknek az alapja, a Szent Háromság egy Isten az, akiben hiszünk. Az Úr Jézus szent valósága tanította meg, tanított bennünket arra, hogy az Atya küldte őt, és tehát létezik az Atya, és létezik a Szentlélek, és a három személy egy isteni fölséget, gazdagságot alkot, és a megkeresztelkedésünktől kezdve hozzájuk tartozunk, ez az emberi legnagyobb méltóságunk. A Szentlélekben ismerjük föl, hogy ezzel a méltóságunkkal küldetésünk van. Mindannyiunk élete a Teremtő Isten ajándéka, aki egyrésztről az életünk végső célját mutatja meg nekünk az örök életet, amire hív a Szent Háromság közössége, ami a halálunkkor be fog teljesülni, amikor letöröl a szemünkről minden könnyet, nem lesz többé szenvedés, halál, hanem újjá alkot az Úr Jézus mindent. Nagyon fontos, hogy ezzel a hittel és szemlélettel nézzük az egészségünket is, ami nem a saját tulajdonunk, és tudjuk nézni a szenvedésünket, esetleg a Covid halálunkat, ami nem megsemmisülés, vagy nem valami tragédia, hanem az Úr Jézussal való beteljesülésnek egy újraindulása, a most elindult örök életünknek a folytatása dicsőségesen a halálunk után amikor a Szentlélek Úristen eljövetelére buzdít bennünket az Úr Jézus, akkor egy egészen különös módját éljük meg az életünknek, míg pedig éppen a legnagyobb problémák és szenvedések között. Azt mondja Jézus, ki fognak zárni benneteket a zsinogógákból, ez megtörtént. Gondoljunk arra, hogy Péter Apostol és János meggyógyítanak egy embert, aki koldul az ékes kapunál, ezt az apostolok cselekedeteiben még az elején olvassuk, és a meggyógyult ember, amikor oda áll, akkor mondja Péter meg János, hogy ne úgy nézzetek ránk, mint hogyha mi, mi csináltuk volt ezt az egészet, hanem a feltámadt Jézus föltámadását és jelenlévő gazdagságát újra teremtő isteni hatalmát bizonyítja ennek az embernek a meggyógyulása, ami nem mindenféle praktikáknak az eredménye, hanem az élő Jézusnak a segítsége és emiatt aztán megbotozzák őket, másik alkalommal újra bebörtönzik, aztán az első István diákonus lesz, aki a tanítása és csodái kapcsán olyan gyűlöletet szenved, hogy meg, meg fogják őt kövezni. Legközelebbi Jakab apostol, aki Jeruzsálemnek az első püspöke apostola, és a, az ellene acsarkodók, akik az Úr Jézust és keresztre feszítették, olyan hangulatot szítanak, hogy lefejezik. És utána kitör a keszényüldözés, és ami az Úr Jézust mondja, ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból? Nem a templomot említi, hanem a templom, Krisztus után 70-ben lerombolódik, Titus seregei legyalulják. De a zsinagógák, amik mindenütt máshol vannak 2000 éven keresztül, ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Miért? Mert Jézust Istenként imádjuk és az, aki szolgálatot tesz az Istennek, az a saját hitében nem fogadja el azt, hogy az Úr Jézus megváltó Isten, nem fogadja el a Szent Háromság közösségét. Mindazok, akik más hiten vannak, azok kártékonynak állítanak be bennünket, és azt gondolják, hogy szívességet tesznek az Istenüknek, hogyha bennünket kivégeznek vagy üldöznek. És Eközben mondja az Úr Jézus, hogy ha eljön a vigasztaló, tanúságot tesz rólam, ti is tegyetek tanúságot. Tehát ne arra gondoljatok, hogy hogyan tudunk elrejtőzni a többiek elől pusztán. Nyilván az okosság határain belül a, a keresztények volt, amikor elrejtőztek egy-egy üldözés kapcsán, és jól tették, mert az evangéliumot az üldözés után valakinek folytatnia kellett és hirdetnie kellett. De voltak olyanok, akik nem tudták kikerülni a kivégzésnek a sokféle brutális módját, hogy állatok elé vetették őket, vagy megkínozták brutálisan, vagy, vagy a testüket felhasználták mindenféle célokra. Hihetetlen, hogy az Istentől elfordult ember mennyire tiszteletlenné és brutálisá tud válni a másikkal testével, lelkével kapcsolatban. És a Szentlélek az, aki bennünket fölvilágított, Arról, hogy ahogyan az Úr Jézus a brutális elbánás közben az irgalom és az engesztelés útját járta értünk, hogy megtérjünk, ugyanúgy az engesztelés útját tekintjük a legnagyobb szenvedés közben, amiben szolgálatot teszünk, hódulunk az Atya előtt, és a szenvedéseink közben imádkozunk a többiek megtéréséért. A Szentlélekben tehát újra tudjuk értelmezni az igazság és a szeretet kapcsolatát, amit mind halálig, szeretettel teljesítünk. Azért mondtam nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson előre, megmondtam nektek. Vagyis ne érjen benneteket váratlanul, hogy annyira szerettem az Istent, hát hol van most, miért nem segít, miért nem ment ki ebből a helyzetből, hogy lehet, hogy mások ilyen brutálisak. Az Úr Jézus előre megmondja, hogy igen, az, aki nem tér meg, az lesz ilyen brutális, és te pedig maradj meg abban az eredeti hűségedben és alázatodban, amit az alázatos és kereszthalált halt Jézus végső győzelemre vitt, és ez a végső győzelem bennünket is vár a Szentlélekben, nem magunktól. És éppen ezért nagyon fontos állandóan újra és újra megtérnünk, hogy ne önmagunk erejére alapozzunk, hanem az ő jelenlétére. Dicsértessék, Jézus Krisztus!